Ez itt a Color TV heti hír összefoglalója. A stúdióban várja Önöket dr. Somogyi Kinga. Köszöntöm Önöket! Ez a Color TV híradója február 9-én csütörtökön. Jó estét kívánok! Híradónk elején nézzük a legfontosabbakat röviden. Újra nyithat. Április 1-től ismét várhatja a látogatókat a fedett uszoda. Óriási hajó a főtéren. Véglegesen elkészül a játszótér a város szívében. Hideg aszfaltozás a kátyuk csökkentésére. Tavasszal nyitnak az aszfaltkeverő telepek. Április 1-ével újra nyithat a városi fedett uszoda Kazincbarcikán. Mint ismert, a képviselőtestület a létesítmény október 1-jei bezárásáról döntött, mivel a drasztikus gázár emelkedés miatt körülbelül 9-szer többe került volna az uszoda és a medence vizének fűtése. Az eredetileg 20 millió forintos éves gázdíj hirtelen 180 millió forintra drágult, ez pedig kigazdálkodhatatlan összeget jelentett Kazincbarcikának. Miután azonban a szakértők jóslata beigazolódott, és a tavaly őszi nettó 970 forintos köbméterenkénti gázár idén februárra nettó 360 forintra csökkent, így jelentősen alacsonyabb tarifáért vásárolhatja a gázt a város. Ezzel megnyílt a lehetőség arra, hogy határozatlan idejű bezárást követően újra fogadhassa a gyerekeket, a sportolókat és az itt élőket a város fedett uszodája. Jelenleg ugye az uszoda nem rendelkezik gázszerződéssel, tehát március 1-től tudunk előreláthatólag szerződni, és a fűtés beindítása után körülbelül egy bő három hét, szűk egy hónap az az időintervallum, amíg egyébként a berendezéseket olyan állapotba tudjuk hozni, hogy az uszoda meg tud nyitni, illetve el tudjuk végezni azokat az alapkarbantartási folyamatokat, amelyek a biztonságos működéshez elengedhetnek. Végső fázishoz közeledik a város legnagyobb kiterjedésű terének a megújulása, hiszen a főtéren novemberre elkészül a játszótér még hiányzó eleme. Utolsóként kerül a helyére a tér fő attrakciója, egy 260 négyzetméteres óriási hajó, amely árbóccal, vitorlával, híddal várja majd, hogy a gyerekek birtokba vegyék. A beruházás része a zöld felület megszépítése is, több mint 150 cserje teszi még rendezettebbé a park arculatát. A fejlesztésre a város polgármestere tett ígéretet évekkel ezelőtt, az itt élők kérésének megfelelően. Szitka Péter televíziónknak azt mondta, a munkaterület átadása napokon belül megtörténik. A rekreációs tér megújítása önkormányzati forrásból valósul meg, és az értéke meghaladja a 100 millió forintot. Ezek a nagy játszóeszközök azért több generációt is kiszolgálván egy nagyon széles spektrumot szólítanak meg a gyerekeknél, tehát többféle olyan játszó szintér lesz tulajdonképpen ezen az óriási hajón, amin azt gondolom, hogy több száz gyerek is fog tudni játszani. Hát innen, ahol itt a főtéri lakók is azt gondolom, hogy az ablakból ezt egy látványos beruházásként fogják megélni, és aztán remélem, hogy novemberben pedig a teljes város és az itt élők átveszik és birtokba veszik gyerekekkel és mindenkivel közösen. Engedélyezési terv tervismertetőjére várta a Főmterv mérnöki tervező ZRT február 3-án a 26-os főút menti települések polgármestereit, jegyzőit a Mezei István Művészeti Központba. A találkozón a 26-os főút Kazincbarcika és az országhatár közötti szakaszának burkolat megerősítési kerékpárút megvalósítási terveit ismertették. Hetente ezres nagyságrendben közlekednek nagy súlyú teherautók a 26-os számú főúton, ahol hatalmas a forgalom. Ez meglátszik az út állapotán is. De egy egyszerű kikanyarodás is néha perceket vesz igénybe. Az út most arra teljes felújításra szorul, ezért az állam megbízta a Főmterv mérnöki tervező ZRT-t a 26-os főút 11,5 tonnás fejlesztési tervének elkészítésére és párhuzamos kerékpárút kialakítására. Ha és amennyiben megvalósul ez a beruházás. Az engedélyezési terv tervismertetőjén a 26-os főút Kazincbarcika és az országhatár közötti szakaszának polgármesterei és jegyzői vettek részt. Fontos kiemelni, hogy ebben minden polgármester is egyébként egyetértett, hogy az, hogy ezt megerősítik ezt a
ezt az útszakaszt nem válthatja ki a Kazincbarcikát, illetve a további településeket elkerülő 26-os útszakaszt. Viszont egy nagyon fontos beruházása lehet azzal, hogy gyakorlatilag megújul a Kazincbarcikán átvezető útszakasz is. A 26-os főút fejlesztésének tervezése 2024-ig tart. Kazincbarcika számára pedig ebben a projektben az a legfontosabb, hogy ne kiváltsa a várost elkerülő út megépítését, hanem mindkét beruházás megvalósuljon. Ehhez Szitka Péter polgármester számít Demeter Zoltán és Rísz Gábor országgyűlési képviselők támogatására. Ahogy fogalmazott a városvezető, ez mindkét politikus számára presztízs kérdés. Bírjuk az országgyűlési képviselő uraknak azon támogatását is, ugye Rísz Gábor úrnak és Demeter Zoltán országgyűlési képviselő uraknak, hogy attól függetlenül, hogy egyébként ez a 11,5 tonnás megerősítés a 26-os út mentén megvalósul, ettől függetlenül egyébként a Kazincbarcikát elkerülő útszakasz, ami szintén majd egészen az országhatárig fog elmenni, annak a tervezése és a további megvalósítása is fontos ügye a két országgyűlési képviselőnek. Az elképzelések szerint a 26-os, amennyiben a tervek valósággá válnak, teljesen új koronaréteget kap, megerősítést mindkét oldalról, valamint kerékpárút és járdák is épülnek majd. A kedvezőtlen időjárási viszonyok nyoma meglátszik az utakon, megszaporodtak a kátyúk Kazincbarcikán is. A szakemberek a téli időszakban csak az úgynevezett hideg aszfaltozási eljárást alkalmazhatják, ami ideiglenes megoldás ugyan, de enyhítheti a mély kátyúk okozta károkat a gépjárművekben. Az utakon mostanra az enyhe idő ellenére is megjelentek a kátyúk. Kazincbarcikán ezek javítása megkezdődött, és mostantól folyamatosan zajlanak majd a munkálatok, igaz, egyelőre csak hideg aszfaltozási eljárással. Ha a 26-os nézzük, akkor igazából az a rész, ami úgymond teljesen tragédia, tehát hogyha a Sajó-Szentpéter felől jövünk be itt a Molkútnál, Edelénnyel, Ága szinte annyira tönkre van menve, hogy egy ilyen városi autóval, ami itt például van is mellettünk, gyakorlatilag attól kell folyamatosan félni, hogy felér a púposodás az autó aljáig. A 26-os főút karbantartása a magyar közút feladata. Kazincbarcika önkormányzata pedig a városban található utak állapotáért felel. Kátyúk itt is vannak bőven, a fagyás-olvadás váltakozása pedig nem kíméli egyik útszakasz sem. A téli időszakban az önkormányzat hideg aszfaltozással javítja az úthibákat, ami gyors, de ideiglenes. Március közepétől működnek újra az aszfaltkeverő telepek, így a tartós meleg aszfaltozással csak március második felétől lehet helyrehozni a kátyúkat. Ezt a Városüzemeltetési és Rendészeti osztályvezetője mondta televíziónknak. Ha valaki úthibát észlel, akkor a Colorappon keresztül tud közvetlenül jelzést küldeni a szakembereknek. Halász Béla szerint kiváló Kazincbarcikán a lakossági együttműködés. Éves szinten nagyságrendileg körülbelül 100 bejelentés érkezik a kátyúkkal kapcsolatban. Ha az adott helyszín nem állapítható meg belőle, akkor nehéz dolgunk van. Azért az applikációban a hely meghatározás, tehát a GPS koordináta bekapcsolása, illetve ha olyan fénykép készül, ami egy kicsit átnézetben tartalmazza az információkat, úgy nekünk sokkal könnyebb beazonosítani, és akkor sokkal hamarabb történhet a beavatkozás is, mint hogyha nyomoznunk kell adott esetben a helyszínt a problémával. A hideg aszfaltozás elvégezhető útlezárások nélkül, ebben az esetben minimális kellemetlenséggel vagy forgalmi akadállyal kell számolni. Elsőként a nagyobb forgalmi utakat teszik rendbe, aztán a kisebb, alsóbrendű utcákat. Kritikus területek leginkább az Építők útján, a Mátyás király, Jószerencsét, a Május 1 és az Attila úton alakultak ki, illetve a főbb tömegközlekedési szakaszokon. A kockázat megelőzés és a baleset megelőzés az, ami a sorrendet megállapítja, így a kátyú nagysága és az úttesten való elhelyezkedése az befolyásolja, hogy melyiket végezzük el először. A hideg aszfaltozással megszüntetett úthibákat a polgármesteri hivatal nyilván tartja. Ezeket a melegebb idő beköszöntével a végleges eljárással javítják ki. A munkálatok okozhatnak ugyan fennakadásokat a forgalomban, a korlátozásokról azonban időben kapnak majd tájékoztatást a városlakók. Február 15-ig lehet jelentkezni a felsőoktatási intézmények szeptemberben induló képzéseire. Az idei évtől a felvételi eljárásban több változás is történt.
megszűnik a jogszabályi minimumponthatár, és az emelt szintű érettségi sem kötelező. Kazincbarcikán tavaly ősszel indult újra a vegyészmérnöki egyetemi alapképzés levelező formában. A 7 féléves oktatásra nem csak a középiskolában most végző fiatalok, hanem az ágazatban dolgozó, tudásukat bővíteni kívánó szakemberek jelentkezését is várják. Kazincbarcikát sokan a vegyipar fővárosaként ismerik, a munkavállalók legnagyobb hányada ma is ebben az ágazatban tevékenykedik. Arculata együtt formálódott a helyi vegyipari nyersanyaggyártó óriás céggel, így több évtizedes múltja van a vegyiparnak és a vegyészképzésnek is. Tavaly szeptemberben indult útjára az egyetemi képzés levelező tagozaton a Miskolci Egyetem, az Irinyi János Református Oktatási Központ, az önkormányzat és a Borsodkem közös gondolkodásában és összefogásában. Bár nagyon nehéz a képzés, és utána nyilván maga a szakma is nagyon nehéz, de aki erre adja a fejét, annak nagyon szép karrierútat lehet akár itt Kazincbarcikán is leírni, vagy éppen azok, akik már mondjuk dolgoznak a vegyipari óriásnál, és szeretnének előrébb lépni ott, és szeretnék még jobban elsajátítani azt, amiben ők egyébként minden nap foglalatoskodnak, ők is jöhetnek erre a képzésre, és mivel levelező tagozatos, ezért ugye csak a hétvégéket érinti. Bódi Nagy Nikolett korábban közgazdászként végzett a Miskolci Egyetemen, jelenleg pedig a Kazincbarcikai Kar vegyészmérnök hallgatója. Szerinte óriási előny, hogy a tanulók a gyakorlatukat a Borsodkemben végezhetik, és később akár el is helyezkedhetnek ott. Nem biztos, hogy csak azok az emberek, akik foglalkoztak már a vegyészettel, vagy a kémiával, vagy akiket ez csupán ez érdekel, az jelentkezzen a képzésre. Én azt gondolom, hogy bárki, akinek megtetszik, vagy bármilyen kapcsolatba kerül ezzel, az vágjon bele és jelentkezzen. Én azt gondolom, hogy a kémia mindenhol ott van, körülvesz minket, és nagyon érdekes tudománynak tartom. Az egyetemi képzésnek az Irinyi János Református Oktatási Központ ad otthont. Az intézményben az oktatáshoz szükséges minden technikai feltétel adott, műveleti laboratóriumuk országosan egyedülálló. Az Irinyi és a Miskolci Egyetem kapcsolata már több mint 10 éves múltra tekint vissza. Az egyetemmel való kapcsolatunkban már régóta benne volt, hogy összehangoljuk a képzésnek a tematikáját. Így nagyon nagy előnnyel indulhatnak azok a diákok, akik nálunk végeznek, és hát bízom benne, nagyon jó eredménnyel tudják majd folytatni az egyetemen. Az idei felvételin már nem központi előírás az emelt szintű érettségi. Ennek megköveteléséről az egyetemek, főiskolák saját hatáskörben döntenek, így sokkal könnyebbé válik a felsőoktatásba történő bejutás. Én mindenkit melegen biztatok, akik korábban szereztek érettségit, és jelenleg is a vegyiparban dolgoznak, tovább lépésen gondolkodnak a vállalaton belül, de ehhez magasabb végzettségre van szükség. Várjuk őket itt Kazincbarcikán a vegyészmérnök alapképzésnél levelező formában. A vegyészmérnök képzés előnye, hogy az idei felvételi során nem lesznek központilag meghatározott minimumpontszámok, és a diploma megszerzése után többek között a Borsodkem is folyamatosan számít a fiatal, jól képzett munkaerőre. A felvételizőknek február 15-ig kell dönteniük arról, hogy mely képzésen szeretnének tovább tanulni 2023. szeptemberétől. Rendőrjárat címmel új műsor indul a Color TV-ben. Havonta jelentkező magazinunk célja felhívni a figyelmet a balesetmegelőzés fontosságára, segíteni a biztonságos közlekedést. Műsorunk első vendége dr. Rácz Tamás, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztályvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy főként a téli időszakban nem csak az autósoknak, hanem a gyalogosoknak is körültekintően kell közlekedniük, hiszen sokszor elkerülhető lenne egy-egy baleset, ha valamelyik fél óvatosabb. Vagyis a látni és látszani mindenkire érvényes. Sajnálatos módon egy gyalogos elütés történt a Mátyás Király úton, amikor egy jármű nem biztosított elhaladási elsőbséget a gyalogátkelő helyen szabályosan közlekedő idős hölgy számára, ennek következtében elütötte. A helyszínen során megállapítást nyert, hogy a gépjárműnek a szélvédője le volt fagyva, a gépjármű vezető nem látott megfelelően, ezért nem észlelte az áthaladó gyalogost. A Color City Kazincbarcika SC február 7-én felmentette a munkavégzés alól Varga Attila vezetőedzőt.
A KBSC megköszönte Varga Attilának a klubnál végzett munkáját, valamint a tavalyi MB3-as bajnoki sikerben való szerepét és további pályafutásához sok sikert kívánt neki. Az új szakvezető munkába állásáig a csapat tréningjeit átmenetileg Simon László asszisztens edző és a stáb fogja vezetni. Az új szakvezetőről a legelsők között adunk majd hírt. Nem csak a jövő kézilabdázóit várja a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesülete. Csatlakozhatnak a kézilabda szakosztályhoz azok a diákok is, akik nem csak bajnoki éremre vágynak, hanem egészséges életre is. A városvezetés és az önkormányzat egyértelmű támogatását élvező egyesület ismét toboroz. A jó hangulatú és kiváló közösségéről ismert csapat 8-tól 20 éves korig számít rendszeres testmozgásra vágyó fiatalokra. Hát mutatja Levi, bemegy a sárga közé, labdavezetés! Kézilabda edzés a Don Bosco sportközpontban. Így készülnek a diákok a következő mérkőzésre. Jelenleg 3 lány és 2 fiú csapatból áll a 75-80 fős tagsággal rendelkező Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesület kézilabda szakosztálya. Úszdon kezdtem pályafutásomat, és pár év játék után kerültem gimnáziumba, miután átjöttem ide Barcikára, akkor kerültem ide a Szalézi csapatába, és egy-két edzés után már le is igazoltak, be is fogadott a csapatközösség, és azóta itt töltöm minden napjaimat. Az egyesületben kimondottan utánpótlás nevelés folyik. Elsődleges célja a versenysportszellem kialakítása, és egy olyan csapat fenntartása, ahol a kézilabdázás alapjainak elsajátítása mellett a közösség maga is érték. Talán engem hívott meg egyszer, hogy jöjjek el kézizni, mert látta, hogy tesi órán kicsit értek a labdához, és hát igazából azt tart itt amúgy, hogy a sikerélmények azért van pár. Főleg, hogy egy húzva ember is vagyok, hála Istennek ezért igazából a sok sikerélménnyel együtt. Azt veszem észre, hogy kellek ide én is, meg a többiek is, és ezért már ilyen nagy család alakult inkább. Az egyesületben természetesen fontosak az eredmények. Az elmúlt évek alatt a csapat volt már diákolimpiai országos bajnok, és többször dobogós is. Összesen 8 érmet szereztek eddig, legutóbb tavaly egy bronzot. De idén is lehet szurkolni nekik. A nagyobb fiúk a második helyen állnak, míg a kisebbek az 5. helyen saját korosztályos versenyükben. A szakosztály a bővítést tervezi, és megszólítani a gyerekeket egészen 8 éves kortól. Ezért várják a leendő kézilabdások jelentkezését az egyesületbe. Szeretnénk az egyesület bővülését, eredményét elérni, és úgy pályázni a következő társasági adó pályázatban, látványsportcsapat pályázatban, hogy minél több csapatunk ki legyen jelen. Ezt várjuk a város általános iskoláinak gyerekeit, minden korosztályban fiúkat és lányokat egyaránt. Nagy örömünkre szolgál, hogy a város kimondott támogatását élvezi az egyesület, és természetesen nagyon jó kapcsolatot ápolódunk a környező általános iskolákkal, középiskolákkal is. A kazincbarcikai kézilabda sportélet elkényeztetett helyzetben van, hiszen 2 olyan pálya is található itt, amely versenyengedéllyel rendelkezik. De a városvezetés és az önkormányzat is támogatja lehetőségeihez mérten a sportegyesületeket, így a Szalézit is. Az elmúlt időszakban egy átalakulás van, de szeretnénk ezt határozottan rögzíteni, hogy a kazincbarcikai kézilabdát a városvezetés az elkövetkezendő időszakban is támogatni szeretné, hiszen látjuk azt, hogy milyen jellegű eredményeket lehet ebben elérni, és látjuk azt, hogy mennyi lelkes kisdiák, illetve fiatal foglalkozik Kazincbarcikán kézilabdával, úgyhogy ez a típusú hozzáállás az elkövetkezendő időszakban is megmarad. Tehát 6 védő, 6 támadó. A városvezetése tehát a jövőben is kiemelten támogatja majd a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesületének kézilabda szakosztályát, vagyis számíthatnak arra a stabil háttérre, amely biztosítja a jövőben is a csapatok működtetését, hogy az edzőknek és a diákoknak csak a sportra kelljen koncentrálniuk. Híreink végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Újra nyithat. Április 1-től ismét várhatja a látogatókat a fedett uszoda. Óriási hajó a főtéren. Véglegesen elkészül a játszótér a város szívében. Hideg aszfaltozás a kátyuk csökkentésére. Tavasszal nyitnak az aszfaltkeverő telepek.
Kedves nézőink, ez volt a Color TV híradója. Friss hírekkel egy hét múlva ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is. Híreinket megtalálják és újra nézhetik a Color Line-on és YouTube csatornánkon. Észrevételeiket írják meg nekünk. Címünk szerkesztőség@barcikaart.hu. Én híradót készítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!